Sziasztok, Sky23 vagyok, és elérkezett a második roomtour videó. Ugye az előző roomtour videóban bemutattam az előző szobámat, ahogy még hónapokkal ezelőtt kinézett, és most pedig eljött ez az idő, hogy bemutassam teljesen az elkészült új szobámat. A két videó között nagyon sok idő telt el, körülbelül 2,5 hónap. Az első videót még 2016. október 28-án vettem föl, ezt pedig 2017. január 6-án, szóval van egy kis időkülönbség a kettő között. Viszont ebben az időben teljesen elkészült az új szobám. Szóval akkor ebben a videóban láthatjátok a teljes elkészült szobámat. Na de ebből a bevezetőből elég is, nézzük is az új szobámat. Jó szórakozás hozzá! És hát itt vagyunk megint a bejárati ajtómnál, ahol nem történt semmi változás. Ugyanígy itt van a videózók tábla és a masszakép. Hát igen, ez a szöveg rajta, ez anyukámnak a kreálmánya volt még, nem tudom mikor. És hát most azért fordítottam meg így, mivel videót készítek, és hát akkor lássátok, hogy mi a szöveg rajta. Mielőtt bemegyünk, azt megint el szeretném mondani, amit az előző videó végén elmondtam, hogy a szobám nem változott meg, csak a szobámnak a berendezése. Szóval a szobám ugyanaz, csak pár dolog változott meg benne. Na de most tényleg nem is húzom tovább az időt, menjünk is be. Ilyen gyönyörű verőfényes napsütésben megérkeztünk, most ilyen szép időben fogunk videózni. És mivel az előző videóban jobbra indultunk, most menjünk balra. És amúgy ez most azért köcsökség tőlem, ugyanis a szobámnak a bal oldalán semmi változás nem történt, úgyhogy ugyanígy meg tudom mutatni ugyanazokat a dolgokat, hogy itt van a televízióm, itt vannak a távirányítóim, itt van a ruhás szekrényem, meg ezek az iskolás és óvodás tarisznyáim. Tényleg meg is mutatok valamit. Sokan nem szokták elhinni nekem azt, hogy én már 10-es vagyok, pedig igazából már 11-es is lennék, csak 5 osztályos iskolába mentem. Nos, hát itt megmutatom, hogy 2014-ben ballaktam el a kedves általános iskolámból, úgyhogy a sok károgónak meg tudom mutatni, hogy igenis 10-es vagyok. És hát akkor itt tovább menve láthatóak ugyanúgy az Xboxos játékaim, ugyanúgy a Digi, a dobozok, amivel annyi a változás, hogy a piros doboz kiürült, szóval oda majd azt teszek majd, amit akarok. Ugyanígy itt található ez a függöny. És amit nem mutattam meg az előző videóban, mert teljesen elfelejtettem, az az, hogy itt van egy ilyen bolygós tapéta, amivel az a különlegessége, hogy ez a sötétben valamilyen szinten világít, úgyhogy este legalább van egy kis fényem, hogyha erre ránézek. Ez itt található az ágyam fölött egy olyan méterrel. Itt pedig ugyanígy itt van az ágyam, megint meg van csinálva. Itt vannak a ruháim, amiben éppen alszok, még mindig nem öltözök túl, pedig ugye már január van. Ugye itt vannak a plusz állataim, tiszteleg, látod, ő is tiszteleg, remek. Ugyanúgy ott van az a használhatatlan konnektor. És akkor elérkeztünk a legelső változásig a szobámba, ami pedig itt található. Szóval, ugye itt volt ez a kis kocsi, aki emlékszik rá az előző videóból, és ehelyett most kaptam egy ilyen Skyman-es posztert, amiről nem volt túl sok tudomásom. Szóval ezt egy nappal azelőtt tudtam meg, hogy felkerült. Ezt teljes mértékben anyukám csinálta, és hát igazából azért is néz ki így, mivel nekem nem volt semmi tudomásom róla. Szerintem amúgy ez nagyon jól néz ki, csak vannak vele egy kis gondok, ugye például a Skyman logó az nem igazán sikerült középre, és a másik pedig az, hogy a sikerült anyukámnak a Walking Deadnek a sorozatbeli képeit kivágni, nem pedig a játéknak. De hát se baj, elnézzük neki. Ugye a tényes videóban elmondtam, hogy mik a kedvenc játékaim, és hát igazából ezek láthatóak itt ezen a pószterem. És szerintem ez sokkal jobb, mint az a kis kocsi, ami itt volt előzőleg. Úgyhogy menjünk is tovább. Ez alatt pedig található egy ilyen tároló, amit szintúgy újonnan kaptam. Sok minden még nem tárolok itt, de itt található a kamerának és a telefonomnak az adatkábele. Ott lent pedig ilyen kisebb kacatok találhatóak, amiknek az ott tökéletes hely. Ugye itt fönt itt vannak ugyanúgy ezek a képek, ezek nem változtak meg semmit, mind a három ugyanúgy itt maradt. Ugye itt lent szintúgy megtalálhatóak azok a szőnyegek, amiket az előző videóban bemutattam. És hát akkor a második nagy változás az itt található. Ugye, ahogy az előző részben mutattam, itt egy zöld vendégágy volt, most pedig ide került egy ilyen szép fekete kanapé, casting couch, semmi. Szóval, szerintem ez a kanapé ez nagyon jól néz ki, ugye a fekete a kedvenc színem, ezt már többször is elmondtam, és nekem ez nagyon tetszik. Kaptam hozzá 3 ilyen párnát is,
ami tökéletes díszpárna, nagyon nem szoktam használni. Az előző videóban azt is megemlítettem, hogy valószínűleg új telefont kapok. Ez megtörtént, és itt látható az új telefonomnak a töltője, amivel igazából csak az a baj, hogy nagyon rövid. Szóval, hogyha tölteni akarom és közben használni, akkor elég ide kell nyomorogjak, hogy meg tudjam ezt csinálni, hiszen idáig ér ki a töltő, amit most láthattok. Tovább menve, itt látható a harmadik szőnyeg, amit az előző videóban szintúgy megmutattam. Ugyanígy itt található ez a radiátor, és akkor itt található megint az ablak, stb. És ezt most azért mutatom be ilyen gyorsan, ugyanis nagyon süt a nap, úgyhogy ezen most kicsit változtatok a vágás közbe. És akkor a vágás után már jobb is lesz. Szóval megkaptam ezt a nagyon király sötétítő függönyt, amit én nagyon-nagyon szeretek, ugyanis nekem mindig volt egy olyan problémám a videózással kapcsolatban, hogy estig én nem tudtam facecam-es videókat csinálni játék közben, ugyanis olyan szinten besütött a fény a szobámba, hogy ez lehetetlen volt, hiszen nem látszottam rendesen a kamerába, hiszen olyan rosszak voltak a fényviszonyok. Aki nézi a gameplay videómat is, ő tudja, hogy a kamera az ablak felé néz, szóval rendesen besüt a fény. Más helyre nem igazán tudtam tenni a kamerát, hiszen ez volt a legalkalmasabb a videózáshoz. Ezt majd meg is mutatom, hogy ez miért így van, amint a gépemhez érünk. De ez a sötétítő függöny, ez teljesen megkönnyítette a dolgomat, ugyanis így reggel vagy délelőtt csak így behúzom, és ahogy láthatjátok, alig jön át a fény. Úgyhogy ez nagyon jó újítás volt, ennek nagyon örülök, ez sokfajta módon megkönnyíti a videózásomat. Egész jó mintás, szerintem ezek ilyen korhat faágak akarnak lenni, de pontosan nem tudom. De szerintem nagyon jól néz ki, a színe is nagyon jó, és tényleg nagyon megkönnyíti a videózásomat. Úgyhogy most ilyen fényviszonyok mellett fogunk tovább haladni a következő kisebb újításhoz. Ami pedig itt található, ez a székem. Ugye itt egy másik szék volt még látható az előző videóban. Ide most kaptam egy új faszéket. Nem csúnyán beszélek, nehogy azt higgyétek. Amin ugyanúgy a ruháim találhatóak meg, most itt található egy másik fekete nadrágom. Mert ez nem ugyanaz, ami az előző videóban volt. És akkor, gyerekek, itt van az, amire szerintem nagyon sokan vártatok, amit az előző videóban sem mutattam be. Az asztalom, a számítógépem és a számítógépemhez tartozó eszközök, kellékek. Na nézzük is! Itt található az én kis gamer sarkom, amit most szépen egyesével itt bemutatok nektek. Szóval itt található egy lámpa, amit általában estéként fölkapcsolok, és akkor ennyi fényt ad. Néha csak ezt a fényt használom a videózáshoz, de ez elég ritka. Ezen a lámpán található egy ilyen Designer Skyman 13 felirat. Ezt az öcsémnek az egyik osztálytársa csinálta, és szerintem nagyon jól néz ki. És akkor így megoldottuk, hogy erre a lámpára föltegyük, és akkor ez itt mindig látható lesz. Tovább menve itt található az én billentyűzetem, ami egy Gigabyte GeForce K7 billentyűzet. Ami szerintem nagyon jó billentyűzet, teljesen kényelmes, nagyon jól néz ki, és több színben is lehet megvilágítani a gombokat, ezt most meg is mutatom nektek. Ugye van a sötétkék, van ilyen zöldes, és van ilyen világos kék. Jelen pillanatban csak az a gond, hogy attól még, hogy elhúztam a függönyt, attól még mindig világos van, és így nem nagyon látszódik, de nappal amúgy se nagyon szokott látszódni, viszont éjszaka egész szép fényben tud pompázni, úgymond. Következőnek itt van egy Xbox 360 kontroller, ezzel szoktam fölvenni a FIFA videóimat, meg bármilyen videót, amihez kontrollert használok. Következőnek itt található a monitorom, ez egy Asus VS228DE monitor, ez egy 22 szolos monitor, és szerintem nagyon jól néz ki, és minden, ami nekem kell, azt tudja. Egy Full HD-s monitor, szóval én teljesen meg vagyok vele elégedve. Ott láthatóak mögötte a kis hangszóróim és a mélynyomóm. Ez egy Trust márkájú mélynyomó és hangszórók. Ezek teljesen alap kis hangszórók és mélynyomó, semmi különleges nincs vele. Viszont én nem használok fülhallgatót vagy fejhallgatót, úgyhogy ez a mélynyomó és ez a két hangszóró adja nekem a hangot a játékokhoz, a zenéhez, stb.
Ez, amit itt láthattok, ez a Trust Rajna 2.1. Ahogy elmondtam, ebben nincs semmi különleges, viszont amire nekem szükségem van, hogy hangot szolgáltasson, az teljes mértékben tudja csinálni, úgyhogy semmi gond nincs, meg vagyok elégedve vele. Itt pedig található egy Microsoft Controller Kit, ugye ezzel tudom összecsatlakoztatni a kontrollert a számítógépemhez, kábel nélkül. Következőnek pedig itt látható a mikrofonom, ami egy Trust LV20111, ez egy ilyen középkategóriás mikrofonnak mondható szerintem. Jó hangminőséget vesz föl, és ezzel is teljesen meg vagyok elégedve. A következő az az egerem, ami egy Sintuj Trust GXT 152-es egér. Én ezzel az egérrel is teljesen meg vagyok elégedve, már kb. Egy másfél éve használom, és mindent tud, amire nekem szükségem van. Szóval itt látható közelebbről is az egerem. Amit tudni kell róla, hogy ez is lehet többszínű, viszont a különböző színek különböző dpi-t jelentenek. Nem tudom, hogy a különböző színek pontosan mekkora dpi-t jelentenek, viszont én a kék színt használom. Emellett lehet az egér színtelen, ez a legkevesebb dpi, lehet zöld, lehet kék, és lehet piros. Amúgy ez rohadt jól néz ki szerintem, viszont ez a dpi mennyiség már nem az én kezemre illik, úgyhogy én ezt nem tudom használni, bár így jobban megnézve még így kamerából is, meg anélkül is, szerintem ez így nagyon jól néz ki, de vissza is állítom arra, amire én használom, a kékre, és szerintem így is jól néz ki az egér, és minden tök jól tud csinálni, amit én szeretnék tőle. Ugye ezen található ez a dpi állító gomb, ugye ott van a görgő, és ezen az oldalon pedig található még kettő darab gomb, amivel például böngészőkön lehet előre is visszamenni az oldalak között. Az egerem és a billentyűzetem ezen a nagyon régi egérpadon található. Ez az az egérpad, ami már azóta megvan, amióta ebben a lakásban lakunk, szóval minimum 8 éve. Viszont semmi gond nincsen vele, az eger teljesen jól működik rajta, úgyhogy azóta is szívesen használom. Következőnek pedig a székemet mutatnám be, így láthatjátok teljesen. Ez a szék, ez nagyon-nagyon kényelmes és nagyon szeretem használni. Ugye ezt már nagyon sok videómban láthattátok, hiszen az összes fészkemes videóban ezen a széken ülök, ugyanis ez a szék már majdnem egy éves, és srácok, a vicc az, hogy pontosan nem tudom, hogy ez milyen szék, ugyanis sehol nincsen megemlítve ezen a széken, és a dobozát pedig már nagyon-nagyon régen kidobtuk, hiszen egy eszméletlenül nagy dobozba hoztuk haza, és cipeltük végig, és attól a doboztól már megszabadultunk, és ahogy mondom, sehol nincsen rajta, meg is mutatom nektek, hogy elhiggyétek. Szóval itt látható hátulról is, itt sincsen ráírva, és elhihetitek, hogy alul sincsen, ott is megnéztem. Úgyhogy pontosan nem tudom megmondani, hogy ez milyen gamer szék, viszont nagyon kényelmes, és én nagyon szeretem. Színre is nagyon jó, és tényleg nagyon jó benne ülni. Úgyhogy én ezt a széket kifejezetten nagyon szeretem, és még nagyon sokáig ezt fogom használni. És itt pedig a számítógépem látható. Így ránéztére nem tűnik túl nagynak, viszont ez a gép, ez egy nagyon-nagyon jó gép, ugyanis tényleg szeretném azt mindig elérni, hogy a lehető legjobb minőségben tudjak nektek videókat csinálni. Amúgy ott látszódok a gépben, visszatükröződök, hello! Ez a gép még mindig nem tökéletes, viszont ami benne van, azok nagyon jó alkatrészek, viszont bizonyos játékok még videóval mindig laggolnak, de ezzel nem tudok mit csinálni. Anyukámnak már így is nagyon sokba került ez a gép, szóval itt láthatjátok a gépemet. Ezen van egy CD olvasó, ami így jön ki. Ugye van egy bekapcsoló gomb, van egy újraindító gomb, és most direkt azért van bekapcsolva az gépem, hogy lássátok, milyen bekapcsolt állapotba. Szóval ez is kék színeket tartalmaz, mint a számítógépes kellékeim nagy része, és ez amúgy azért jó, mert legfőképpen este, amikor minden egyes kelléket kék színűre beállítok, akkor a sötétben ez nagyon-nagyon jól tud kinézni. Na és akkor elmondom azt, hogy mi található ebben a számítógépben, milyen alkatrészek vannak benne. Sokan szokták tőlem kérdezni, és akkor ezt most el is mondom nektek. És hogyha bárki kíváncsi rá esetleg az ismerősi körötökből, akkor meg tudjátok mondani nekik, hogy ebben a videóban itt elmondom. És hogyha bárki meg fogja kérdezni a jövőbe, akkor szintúgy azt fogom mondani ennek az embernek, hogy ebbe a videóba elmondom. Nos hát akkor kezdjük is. Ebben a gépben egy Intel Core i5 4460-as processzor található, ami 3,2 GHz-es és 4 magos.
Ebben a gépben egy Cooler Master 600 wattos tápegység dolgozik. A gépben található egy Gigabyte Nvidia GTX 1060 vagy 1060-as 3 GB-os videókártya, ami egy nagyon jó videókártya, viszont sajnos még mindig nem tud mindent, amire nekem a videózáshoz szükségem van, de ez a videókártya tényleg nagyon jó. A számítógépemben 8 GB RAM található, és még található benne egy 1 TB-os Winchester. És a számítógépen elől még található egy USB 3.0 és egy USB 2.0-as csatlakozó, és még található 2 darab jack is, egy a mikrofonnak, egy pedig a hangszórónak, avagy a fejhallgatónak. Hátul pedig található rajta egy csomó port, azt most nem szeretném megmutatni. Szóval ez a számítógép, ez a videózást eltekintve mindenre jó, szóval ezzel tényleg mindent lehet csinálni, tényleg egy nagyon jó számítógép, viszont bizonyos videókhoz azért ő sem tökéletes, de én teljesen meg vagyok elégedve vele, hiszen nagyon sok mindenben kisegített már a videózás és minden terén, akár szórakozás, akár más terén. Úgyhogy ennyit is a számítógépemről. És itt pedig a számítógép asztalom található, amin elég sok minden van, ugye a számítógépes kellékeket már bemutattam, viszont akkor minden mást is megmutatok. Kezdjük is innen, itt található egy ilyen kis tároló rész, ahol csak ilyen kis papírok és kacatok vannak, alatta pedig található két kisebb fiók. Ebben a fiókban szintúgy ilyen kacatok és régi emlékek, meg ilyenek vannak. Ebben a fiókban pedig régebben szerzett érmek találhatók. Itt található egy kiúszható klaviatúra tartó, amit én nem használok, hiszen ott sokkal jobban szeretem az billentyűzetemet, úgyhogy ezt inkább csak tanulásra használom, amikor éppen tanulok, de általában ez így betolva szokott lenni. Itt található még egy ilyen kisebb polc, ahol megbújik az én kis routerem, és ugye itt pedig a számítógépem található ebbe a nagyobb részlegbe. Ugye itt fönt van egy ilyen kisebb fölívelésem, egy ilyen plusz tartó rész, ugye itt található a mélynyomóm és az egyik hangszóróm. És akkor itt az asztal sarkán még megtalálható egy-két másik dolog. Itt található éppen a telefonom is, amit nem mindig itt szoktam tárolni, viszont most ide tettem, hiszen minden elektronikai kelléket itt mutattam be az asztalom, úgyhogy legyen most ez is itt. Ugye elmondtam az előző vlog videóban, hogy valószínűleg új telefont is fogok kapni, és ez meg is történt. Ez, amit itt láthatok, ez egy Samsung Galaxy A5-ös telefon, és ez a telefon, ez már tényleg nagyon jó, én teljesen meg vagyok elégedve vele, és valószínűleg nagyon sokáig fogom még ezt használni. Az asztalnak a többi részén itt a sarkán most éppen nagyon sok édesség található, ami nem mindig szokott itt lenni, viszont most így a karácsonyi időszak alatt kaptam egy kis édességet, és azokat most itt tárolom. Te menj innen, ne mosolyog ide a videóba. És itt található egy kis Oreo, ugye elmondtam, hogy az Oreo a kedvenc édességem. Ja, ő semmi reklám, hello. Na, de legalább semmi, csak itt megmutatom, hogy azért be vagyok készülve Oreo-ból rendesen. És még itt is van ilyen kis milyen koreós cucc, úgyhogy el vagyok itten, ha éhes vagyok, és nasolni szeretnék. Itt pedig találhatóak zsebkendők, ugye én elég sokszor szoktam fújni az orromat, úgyhogy zsebkendő is szokott lenni az asztalomon mindig. Az asztalom alatt ott lent még található egy párna. Nekem a lábam néha szokott fázni, és ez a párna pont azt a célt szolgálja, hogy ne a hideg parkettára kelljen tenni a lábamat, hanem le tudom tenni erre a párnára is. És amellett, hogy még egy kicsit melegebb is, mint a föld, emellett még kényelmes is, úgyhogy nagyon szeretem ezt a párnát, ki is húzom rendesen, hogy lássátok mekkora. Szóval ez csak egy ekkora párna, semmi különös, viszont én nagyon szeretem. A következő újítás pedig, ugye elmondtam az előző videóban, hogy a számítógép asztalon fölött található egy Arsenal poster, ami már nagyon régi, és ezt biztosan le fogjuk cserélni, és ez meg is történt. Itt látható az új Arsenal poster, szerintem ez nagyon-nagyon jól néz ki. Ugye, ahogy elmondtam, nekem Ramsey a kedvenc játékosom, ő található ott középen. Jobb oldalt található az Arsenalnak inkább a kezdőcsapata, és bal oldalt pedig a cserék, úgymond, de jobb oldalt vannak azok a játékosok, akiket én egy kicsit jobban kedvelek. Középen pedig található egy-két Arsenal címer, vagy logó, az Arsenal mezek, és még egy Arsenalos kép. Az inkább a stadionról van, de így messziről nagyon nem tudom megmutatni. Viszont szerintem ez az Arsenal poster, ez sokkal jobb, mint az előző, én sokkal jobban szeretem. Szóval csak itt ülök, és akkor fölnézek, és akkor itt találom ezt az Arsenal posztert. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem. Itt az asztalom mellett található az utolsó újítás, az pedig az, hogy ide kaptam egy ilyen
fiókos szekrényt. Ezen a szekrényen fönt több minden található. Itt van egy ilyen malac, ezt balagásomra kaptam, itt található ez a labda, amit az előző videóban is megemlítettem. Itt van egy dezodor is, nem nagyon szoktam használni, de ha esetleg kell, akkor az is van. Itt van egy ilyen malac persely, amit szintén nem használok. Itt van egy ilyen kis malac, ezt is ballagásomnál kaptam. És itt találtam egy dolog, amire elég büszke vagyok. Ez egy massza kép bekeretezve. És ez azért különleges, ugyanis ahogy láthatjátok, az egy eredeti massza aláírás. Az egyetlen szomorúság benne az az, hogy nem én irattam alá, hanem ezt apukám vette nekem még az egyik névnapomra talán. Nagyon örültem neki, és azóta is itt található a szobámban. Régen itt volt fönt a ményomon, viszont most kényelmesebb volt ide áttenni. És itt még található egy ilyen, hát kacattároló cucc. Ebben tényleg ilyen kisebb kacatok vannak, és van még egy-két pendrive is. És ezen a fiókos szekrényen még megtalálható a kameratöltőm is. Amit még nem mondtam el, és nem is tudok megmutatni, az az, hogy milyen kamerám van, viszont azt el is mondom nektek, hogyha érdekel titeket, akkor meg tudjátok nézni. A kamerám az egy Everio JVC GZ E100 SE kamera, amit én nagyon-nagyon szeretek. Az összes facecam-es videónál ezt a kamerát használom, hiszen ahogy láthattátok, nekem nincsen webkamerám, úgyhogy ezzel a kamerával veszem föl az arcomat. Nagyon jó képminősége van, nagyon jó a hangminősége, és én tényleg nagyon-nagyon szeretem ezt a kamerát. Ha érdekel még titeket, jobban utána tudtok nézni, de ennek a kamerának még van egy 40x zoomja, egy 8 GB-os SD kártya található benne, és én tényleg nagyon-nagyon szeretem ezt a kamerát, úgyhogy ha szeretnétek, akkor nyugodtan nézzetek utána. Ugye a kamerát nem tudom fölvenni nektek, hiszen saját magát nem tudom fölvenni, pedig elég fasza lenne, hogyha ki lehetne szedni belőle a lencsét, minden azt felvenni saját magát, de ezt sajnos nem tudom megcsinálni. Itt van a fiókos szekrény, a felső szekrényben ilyen elektronikai cuccok és kellékek vannak, a második szekrényben inkább számítógépes játékok, a legalsó háromba, ugyanis itt három fiók van, ebben még megtalálhatóak tancuccok, és ide átkerült az iskola táskám, hiszen ha már ott vannak a tancuccaim, akkor a táskám is legyen itt. És ahogy láthatjátok, elérkeztünk a szoba végére, ugyanúgy itt található a bejárati ajtó, ahol még mindig megtalálható ez a kis kosárpalánk, de erről már beszéltem az előző videóban, és hát akkor ennyi is lenne az új szobám. Nézzétek! Ő is tiszteleg! Tisztelegjetek ti is! És akkor ennyi is lett volna ez a második room tour videó. Ugye ebben már láthattátok a teljes szobámat, bemutattam az egészet. Én kifejezetten szeretem ezt a szobát, szóval így látható a teljesen elkészült új szobám. Remélem tetszett nektek ez a videó is. A véleményeiteket nyugodtan írjátok le hozzászólásból, elmondhatjátok, hogy nektek esetleg melyik szoba tetszik jobban, vagy hogy így külön melyik kellék tetszik nektek. Én ezeket el fogom olvasni és válaszolgatni is fogok rájuk. Viszont akkor most ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett a videó, akkor nyomtok egy lájkot, iratkozzatok föl. Nézzétek meg a Facebook oldalam, ott van a leírás legfelső sorába, és hát akkor sziasztok!